Elindulhat egy hosszú, de pozitív folyamat. Többek között erről beszélt Péter Zoltán, Kántor Jánosi polgármestere szerda délután, amikor átadták a komplex teleprogram keretében megvalósuló szociális bérlakásokat és közösségi házakat. A községben hatalmas szükség van a társadalmi felzárkóztatásra, hiszen a lakosság mintegy 60%-a ér szegregátumban, ez országos viszonylatban is csúcsot jelent. Összesen 8 lakásba költözhetnek majd be a legrászorultabbak, továbbá 2 szolgáltatóközpont is épült a településen. Ezek községi szintérként is funkcionálnak és alkalmat adnak a szegregátumban élők számára a tisztálkodásra és a mosásra. Nagyon sokat jelent Kántor Jánosinak is, Kántor Jánosi lakosságának is, és gyakorlatilag a térségnek is. Teljes mértékben állami forrásból sikerült megépítenünk ezt az 5 lakást, illetve 3 lakásnak a felújítását. Gyakorlatilag 39 főt kell kiköltöztessünk a szegregátumból. Pályázat útján lesz nyilván a kiosztása, úgyhogy az önkormányzatnak igazából majd csak a fenntartási költsége lesz, amire szükségünk is betűnk be kell forgassunk, a többit azt állami támogatásból sikerült építsük és felújítsuk is. Sztojka Attila az átadó alkalmával elmondta, az országban jelenleg 80, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig 20 településen zajlik a komplex telek program. A Társadalmi Esélyegyenlőségi Főigazgatóság vezetője kiemelte, a projekt fő célja nem az, hogy a szegregátumokban élők számára jóléti körülményeket biztosítsanak, hanem hogy életkörülményük javításával és a képzések segítségével bevezessék őket a munkavilágába. Az érték az mindenképpen abban adódik, hogy az emberek hogyan válnak képessé saját élethelyzetüknek a javításában. Az esélyteremtés pedig arról szól, hogy azokat az eszközöket, azokat a lehetőségeket meg kell nyitni a számukra, amely akár önerejükből vagy adott esetben a körülményekből adódóan nem elérhetőek a részükre. És a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságnak ez a célja, hogy ezeket az értékeket, ezeket az eszközöket elérhetővé tegyük a számukra is, és a fő cél pedig az, hogy a munkaerőpiacon minél hamarabb megjelenjenek az emberek, és így a megélhetésük is biztosítva legyen. A térség országgyűlési képviselője kiemelte, noha Kántor Jánosiban valóban magas a hátrányos helyzetben élők aránya, az önkormányzat korábban is sokat tett azért, hogy integrálja a szegregátumban élőket. Kovács Sándor úgy fogalmazott, a község jó példával szolgálhat más települések számára is. Azt gondolom, hogy most 2020. február elején a Gyöngyöspata és a Mezőtúri tanárverés pénzkifizetés mellett a roma és a többségi társadalom között valaki, mintha feszültséget akarna gereszteni, vagy feszültség készül. Ezért hangsúlyozom, hogy Kántor Jánosiban, ahol nagy a roma lakosság aránya, egy békés együttélés valósult meg, és ez a projekt is helyi társadalmi támogatással valósult meg, ami nagyon ritka, hiszen azt is elmondtam, hogy van a választókedvemben 2 település, ahol nem valósult meg, mert a helyi társadalom nem fogadta ezt az ötletet jól, és itt a polgármesteröt, illetve a roma kisebbségi vezetőket is ismerve, mint a lehet az összes többi településnek, hogy hogyan tud békésen együtt élni a kisebbség és a többség. A magyar kormány Európai Uniós forrásból idáig hozzávetőlegesen 40 milliárd forintot fordított a komplex teleprogram kivitelezésére. A 7 éves pályázati ciklusban pedig összesen közel 1000 milliárd forint jutott a társadalmi felzárkóztatást elősegítő képzésekre és programokra.